Bionic Consort Erdély egyik legrégebbi együttese, mert hogy létezett egy elődje is, az Erdővidéki Kamerata, akikkel már 1980-ban itt voltunk a Régi Zene Fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból veteránoknak számítunk, és nyilván nagyon nagy öröm minden évben ide visszatérni. A természetnek a szépsége az olyan inspirációs forrás volt, hogy minden idők művészét megihlette, és nyilván, hogy nagyon nagy volt a választék. Nálunk fontos szerepet kapott a természet mellett a szerelem. A másti felállás az sok tágabb volt, mert szoktunk. Még volt néhány meghívottunk, a Maximilian Brájs kitűnő barokk fagottos kollégát hívtuk meg Szevenből. Sokkal tágabb mindenkinek a hangszer parkja. Fidulákat is használunk, sokféle fajta ütőhangszereket, hólákat, furujákat. Vivaldinak nagyon sok ilyen darabja van, ami természetleírással foglalkozik. Volt egy ilyen meglepetés, hogy a sötétbe elfújtuk a Jakob van Ecknek a Fülemüle című kompozícióját. Utána jöttek a Vivaldi művek, az első az La Pastorella, egy idillikus tájat fest le. Akkor utána következett egy furuja és fagott szonáta, pont úgy lehet venni, mintha egy madár és egy medvének a párbeszéde, nagyon virtuóz darab volt. Utána következett Éjszaka. Két éjszaka, ez volt a műveknek a címe, és az utolsó darab pedig a Két fóvola és zenekari mű, az megint az idillikus hangzást hozta, amikor nincsenek diszonanciák, nagy bajok, hanem csak egyszerű szó.